miért van az, hogy az Apple készülékek logóján beleharapott alma van, nem egész alma? Hát, mert a világ rohadását jelképezi. A beleharapott alma? Persze, ez azt jelenti, hogy nincsen rá semmi szükségünk, csak ideadták nekünk, hogy még nagyobb hülyeségeket csináljunk. Akkor miért nem csak egy alma csutka van rajta? Mert azt nem venné meg senki. Talán így jött Jobsnak az ötlet, hogy megcsinálja. Beleharapott egy almába, és így jött az ihlet. Mert az alma az finom? Vagy hát nem tudom, igazából ezen még nem gondolkoztam. Fel kellett valamivel dobni a dizájnt. Nem lett volna elég egy sima alma? Nem, nem. És akkor miért nem egy alma csutka van rajta? Igen. Mert így teljes, de mégsem teljes, akkor meg egészen hiányos lenne. Szerintem az egész alma már foglalt volt, valaki már biztos lefoglalta. Vagy láttak egy beleharapott almát az asztalon, aztán így azt mondták, hogy igen, ez lesz az. Ön szerint miért van az, hogy az Apple telefonokon, készülékeken a logó az egy beleharapott alma, és nem egész? Fogalmam sincs, de engem nagyon idegesít. Miért? Mert ez olyan, mint amikor már valaki megevett valamit, és odadobja utána a koncot a másiknak. Az jobban idegesíteni, hogyha egy alma csutka lenne? Az még jobban. Apple, márka. Igen. Telefon. Apple, igen. Logóján miért egy beleharapott alma van, és miért nem egy egész? Nem tudom. Te tudod? Nem, én sem tudom. Az jó.